Két napon is rendeztek nyitott kapukat a Págis iskolában, ahol az intézmény mellett a duális képzésben résztvevő partnerek is bemutatkoztak. Nagyon sokan voltak, két alkalommal tartottuk meg hagyományosan a nyitott kapuk rendezvényét. Az előző időszakot követve egy színháztermi tájékoztató után körbejártuk az épületet, 6 helyszínen, 3 duális partnerünk, illetve 3 szakmai laborban a laborgazda fogadta az érdeklődő diákokat és szülőket, további partnereink pedig az aulában várták a visszaérkező csoportokat, szóróanyaggal, kis repi ajándékkal és minden szükséges tájékoztatóval, ami arra irányult, hogy a szakmákat ki tudják választani, hiszen ágazati beiskolázás van az iskolákban, mi technikumi képzést folytatunk, erről tartottam egy általános tájékoztatót, és az, hogy melyik kódot jelölik, melyik szakmát választják majd a diákok, ebben lehet a szülők segítségére az interaktív bemutató a laborokban, ahova elvittük a szülőket és a diákokat, illetve a partnereink jelenléte, hiszen így tudható, hogy melyik duális partnerünk melyik szakmában segíti az oktató-nevelő munkánkat. Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy népszerűek az intézmény szakjai, hiszen rengetegen jelölik meg a továbbtanulási jelentkező lapon a Págiszt. 5 osztályt indítunk, ebből van egy okleveles automatikai technikus képzésünk, ami méltán népszerű. Az Audival, a NEMAK-kal együttműködve képezzük itt a diákokat a Győri Villamosipari Ágazati Képzőközpont mellett. A Széchenyi István Egyetemre juthatnak tovább egyenes úton és irányba villamosmérnök szakra az ide jelentkezők, tehát ide nagyon sokan jelentkeznek. Nagyon népszerű az elektronika-elektrotechnika ágazati képzésünk, ott 3 osztályt indítunk, 3 szakmát lehet 10. év végén választani. Erős áramú elektrotechnikus, ez a number van jelenleg, illetve az elektronikai technikus és az ipari informatikai technikus, ami a második a dobogon, nagyon szorosan az erős áramú terület után. Nagyon népszerű ez is, és természetesen az informatika és távközlés ágazatában indított szakmánkra is nagy az érdeklődés, hiszen ez a régióban szinte egyedülállónak mondható, infokommunikációs hálózatépítés üzemeltető technikusokat is várunk. Itt jelenleg a Győri Villamosipari Ágazati Képzőközponttal működünk együtt duális képzésben, de számtalan érdeklődő és résztvevő van jelenleg is már. Pillanatnyilag a Vidanet segíti a szakmai munkánkat, de további vállalatokkal is megkezdtük a tárgyalásokat. Az igazgató beszélt arról is, hogy az ide jelentkező diákoknál mi alapján történik a pontszámítás. Az általános iskola felső tagozatának eredményeit szeretnénk figyelembe venni magyarból, matematikából, történelemből, idegen nyelvből, fizikából. Matematikából másfélszeres súllyal, hiszen egy villamosipari technikumban a matematika mindenképpen alap, és kérjük a központi felvételi eredményét. Látható a kezemben, hogy adtunk egy kis könyvjelző tájékoztatót a hozzánk látogatóknak, erre leírtuk a pontszámításunkat, de egy QR-kódos kulcstartót is kaphattak, ami a honlapunkra irányítja őket, és ott is megtalálják a pontszámításhoz, a kódokhoz, a beiskolázáshoz szükséges összes információt. És látják azt is, hogy leírtam hasznos tanácsként, hogy nem kell foglalkozni a tavalyi pontokkal, legyen az álom álom. A tanulóknak a jelentkezéskor elég az ágazatot megjelölniük. A szakirányú oktatás cégek közreműködésével valós munkakörnyezetben megvalósuló duális szakmai oktatás keretében vagy az iskola tanműhelyében zajlik.